Köszöntöm nézőinket, Gulyás Anita vagyok, Önök Székely magazinunkat látják. Mutatom képekben mai adásunk tartalmát. Ünnepélyes keretek között mutatták meg a hőgyészi székelyek közösségi házukat. Eredményhirdetés, kiderült, kik dolgoztak a legjobban a borospincékben. Szerelmes dalcsokorral készült a nagymányoki székely dalkör a majálisra. Nem mindennapi hivatásba kaptak betekintést az érdeklődők Tevelen. A megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Hőgyészi Székelykör nemrégiben átadott közösségi házának létrehozását a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 80 millió forinttal támogatta. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a bukovinai székelyek annak köszönhetik azt, hogy itt lehetnek, hogy őseik kiálltak az identitásuk, a magyarságuk, hitük mellett. Ünnepeljük azt is, hogy kitartottunk, és a kitartásnak mindig megvannak a gyümölcsei. Ezeket a gondolatokat a Hőgyészi Székelyház ünnepélyes átadóján fogalmazta meg a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, 2018-ban fogalmazódott meg a közösségi ház ötlete a településen. Bukovinai székelyek Magyarországon 1941-ben, illetve itt a környéken 45-ben kaptak új hazát, és 2023-ig kellett a hőgyészieknek arra várni, hogy házat is kapjanak. 5 évvel ezelőtt kezdődött meg ennek az épületnek, ez egy régi jegyzői ház volt még a 18. századból, ennek az épületnek a felújítása, amit a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatott 3 ütemben, és végül is 80 millió forint támogatási összegből tudtuk felújítani ezt az épületet, az udvart, a melléképületeket, így egy kiváló közösségi hely alakult ki itt Hőgyész szívében, ami szolgálja az itteni székelyeket, és természetesen minden hőgyészi embert. Ezzel párhuzamosan ünnepeljük a Hőgyészi Székelykörnek a 25. születésnapját, valóban felnőtté váltak. Mindegyik népcsoport odafigyel arra, hogy közösségi szinten is legyenek helyeik, legyenek olyan helyek, ahol hétről hétre össze tudnak gyűlni, ahol civil életet tudnak élni, és ami alkalmas arra is, hogy rendezvényeket tudjanak tartani. Ez így van a nemzetiségeknél, például környékünkben elsősorban a németeknél, de sok esetben a cigányoknál is. Így van ez a magyar népcsoportoknál, ha a sárközre gondolunk, vagy a bukovinai székelyekre gondolunk, vagy a felvidékiekre gondolunk. Jó látni azt, hogy mindenki odafigyel arra, hogy a saját identitását meg tudja őrizni. A Hőgyészi Székelység számára nagy ünnepen a kisbokrétások megmutatták magukat a közösségi házuk átadójára érkezett vendégseregnek is. Adjon Isten jó napot! Adjon Isten minden jól! Miért kell az ő házasztályát? El akarom venni Vivi nevű lányát! Nézd, nézd, nézd! Kárpát pénz! Kárpát pénznek áldottsága, lehullott virága! Az az áldott bor, ki minden napkor, hajót viszol belőle, ne menjen a belege! A valamikori jegyzői házban a 25 éves fennállását ünneplő szervezet többek között 2 állandó kiállításnak is helyet biztosít. Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója, a közösségi házban látható Emelt fővel című kiállításról elmondta, a tárlat a bukovinai székelyek 1941-es hazatelepítésének évfordulójára készült. Hangsúlyozta, a világ számos pontján élnek bukovinai székelyek. Ez a szétszórtság soha nem jelentette azt, hogy beolvadunk a többségi nemzetbe, soka nem jelentette azt, hogy elhagyjuk a magyar székely kultúránkat, az identitásunkat, mindig hűek maradtunk a székely magyar öntudathoz, a magyar hazához. Ezt ma a főiskolai képzések keretében tanítják, a közösségépítést, ami a bukovinai székelyek mindennapi életének a sajátja volt. Kicsi kortól belenevelik a gyerekekbe, hogy büszkének kell lenni arra, hogy kik vagyunk, pontosan tisztában vannak az értékeikkel. A másik kiállítása nemzetség ruháit, eszközeit őrzi. A néprajzi gyűjteményről Lőrinc Etel, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett textiltervező iparművész beszélt a Hőgyészi Székelyház ünnepélyes átadója alkalmával. Szinte gyerekkoromtól úgy neveltek, hogy őrizd meg Leánkám, tanuld meg Leánkám, s add tovább Leánkám.
Hát ennek a feladatnak könnyebb a szövőszékbe eleget tenni, mert az egy biztonságos terület. Aztán némelyikkor arra is kényszerülök, hogy idálljak önök elé, és megpróbáljam elmondani, és hát ez a nehezebb. Hát a mi bukovinai kultúránk, mint minden népcsoportot, minket is nagyon-nagyon jellemez. Azok a tárgyak, amelyekkel körül vagyunk véve, amelyekről fölismerjük egymást, nem csak beszédünkről, hanem azokról a tárgyakról és arról az öltözetről is, ahogy kinézünk. Ezek, amikor Bukovinába érkeztünk, még nem ezek voltak. Sok csoda az, ami a mi életünket végigkísérte. Egyik csoda az, hogy a Bukovinába érkezésünkkor a magyarságunk őrzésével együtt kialakítottunk egy olyan teljesen egyedi tárgykultúrát is, ami csak nekünk van. És éppen ezért nagyon-nagyon vigyáznunk is kell rá. Az asszonyok fantasztikus tehetséggel és fantasztikus ügyességgel olyan mintákat szőttek szálról szálra, és olyan mintákat hímeztek, amelyeknek nagyon-nagyon fontos üzenetei vannak. Azok jelek, amiket mi megkaptunk, és amire a tárgyainkba vigyáznunk kell, örülnünk kell nekik, és megtanulni, megpróbálni, megfejteni, mit is akarnak mondani. A helyi szervezet célja, hogy a mindennapokban élettel töltsék meg a felújított épületet. Egy egyesület életében a 25 év sok nehézséget és sok örömet is hozott. Tehát nagyon örülünk, hogy eljutottunk idáig. A másik meg a házavató. Eléggé nehézkesen tudtuk már megtartani a próbákat egy régebbi időszakban, amikor felvetődött, hogy milyen jó lenne egyszer a saját ház. És akármilyen forrást kerestünk, egyszerűen vételre nem találtunk. És akkor fordultunk tulajdonképpen államtitkár úrhoz. Szeretnénk itt a főző tanfolyamtól kezdve a hímző tanfolyamig, a próbákig, a régi tárgyaink bemutatásán keresztül szeretnénk felolvasó estet, illetve elkezdtünk egy bukovinai székely könyvtárat fölépítgetni. És olyan érdekes kiadványokra lejtünk különböző forrásokból, volt, amit Erdélyből kaptunk. És ezek a kutakodások adtak arra reményt, hogy mi ezt a házat élettel meg tudjuk telíteni. És úgy alakítottuk ki, hogy az idősebb korosztály tudjon nézelődni, beszélgetni, elmélkedni. A fiatalabb bacskák azok menjenek, táncoljanak, és ugyanúgy nézelődjenek, tanuljanak, ismerkedjenek az őseinknek a hagyatékával. De csináltunk külső főzőhelyet, igaz, még nincsen kész, de máma azt is felavattuk. Szeretnénk a kicsiknek majd egy bukovina játszóteret lápintával, s olyanokkal, amivel ott játszottak. Nem baj az, hogyha megismerik a múltat, hiszen ugye abból kellene táplálkozni, és abból lehetne felépíteni magunkat. Ismerjék meg a szavakat, ismerjék meg a tárgyak neveit, ismerjék meg a régi életet. A jövőben minden korosztály számára helyet és programokat kínál majd a Székelyház Hőgyészen. Közel 100 vendég jelenlétében került sor a 12. alkalommal megszervezett országos bukovinai székely borverseny eredmény hirdetésére. A házigazda Szekszárdi Egyesület egy újítást vezetett be a díjazás tekintetében, ezután évről évre egy termelő borát választják ki, ami viselheti majd a kitüntető címet. Az országos bukovinai székely borversenynek több mint egy évtizedes hagyománya van. Idén a Szekszárdi Egyesület szervezte meg az eseményt. A borbírálat alkalmával 80 minta várt a zsűrire. Az eredmény hirdetésre ünnepélyes keretek között került sor. A borversenyük nagyon jól sikerül. Ez köztudott, hogy ez volt a szövetség részéről a 12. bukovinai székely országos borversenye. 80 bor mindánk volt, 12 bíró bíráskodott a bor vonatkozásába. Újdonságtér bevezettük, új szabályzatot fogalmaztunk meg a szövetséggel egyetértésben, hogy eltöröltük az 5 bukovinai falu borának a odaítélését, és javasoltuk a szövetségnek, és el is fogadta, hogy legyen egy külön bor a bukovinai székelyek országos szövetségének a bora.
Ez egy nagyon nagy rang, aki ezt megnyeri, mert gyakorlatilag ezzel mi fogjuk propagálni, vagy mi megyünk bárhova, vagy vendégeink vannak, akkor ezeket a borokat fogjuk ajándékba adni. A rendezvényen összegyűltek a bukovinai székely gyökerekkel rendelkezők, ahol lehetőség adódott a baráti beszélgetésekre egy pohár bor mellett. Az alkalom, hogy együtt legyünk, ünnepeljünk, szeressük egymást, beszélgessünk, amellett, hogy egy kicsit ez más a többi találkozásoktól, mert hogy ez szakmai dolog is hangzik itt el, a borok vannak megmérettetve, és ebből nem lesz, mindegyik bor külön van értékelve, én szerintem ebből nem lesz sértődés, mert szakmailag meg tudják beszélni a bírákkal, meg hát javaslatot is kapnak, hogy mi a bornak a úgymond kicsi hibája, hogy azt javasolják, hogy hogy lehet azt javítani. A lényege az, hogy találkozzunk, hogy együtt legyünk, szeressük egymást, és főleg most erre annyira nagy igény van, mert ez a Covid, meg ez az energiaválság, meg tudom is én ezt, hogy a fűtés miatt nem lehetett sehova se bemenni, meg sehol nem lehetett megjelenni. Megszoktuk, hogy otthon maradunk mindig, úgyhogy nekünk az az előnyünk a sokakkal szemben, és ez talán szerencsénk is, hogy van egy közös otthonunk. Az a helyzet, hogy nagyon örülünk, hogy van. Tudjuk, belakni tudjuk, de amikor egy kicsit tágasabb rendezvényünk van, akkor az kicsi az a helység. Ezért döntöttek úgy, hogy az eredményhirdetés alkalmára nem a székely portájukra invitálják meg a borverseny eredményei iránt érdeklődőket. A következő időszak viszont tartogat olyan eseményeket, amelyek majd élettel töltik meg a közösségi házukat is. A Mária Düdi Bucsó az a következő programunk. Az idén nagy utakat nem teszünk meg. Tavaly voltunk az Aldunán, Szerbiába, Arató Fesztiválon, voltunk Bukovinába, az egy nagyon nagy útunk volt, és nagy élménnyel jöttünk haza, úgyhogy én szerintem az idén már valahogy kicsit pihentetjük magunkat. Pontos célkitűzésünk a fiatalítás. Nagyon nehéz megkeresni, vagy felkutatni a fiataljainkat. Annak ellenére mondom, hogy nagy családom van, 8 unokám, és mindegyik vidéken van, tehát nincs helybe, és őket nagyon nehéz mozgósítani, de nagyon szívesen jönnek a rendezvényeinkre. A székely mesemondó elismerően beszélt a nemzetség által előállított nedűről, amelyhez személyes történetet is kapcsolt. Székelyek is most már egyre szebb eredménnyel termelik a borokat. Nekünk is volt 854 szögös szőlőnk. És a bukovinai székelyek nem ismerték a szőlőművelést és bortermelést, mert Bukovinában nem termik meg a szőlő. Édesapám a Hánci bácsival járt ki a szőlőbe, és ő tanította meg, hogy kell szőlőt metszeni, permetezni, és a bort készíteni. Úgyhogy mikor jöttek a seregiek, őröztük a szőlőt, akkor édesapám megjegyezte, mert látod-e, jönnek egy sehol sem szőolló, se permetezőképet, csak a oroszlánnál is nagyobb egészségi, mert ha egy álljó, akkor telefonál a rokonoknak, hogy gyártek, mert erős jó világban. A vacsorát megelőzően került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, a protokoláris részt egy dalcsokorral zárták a szervezők. Ha bort iszom, a pálinkát kívánom, erre még az öreg apám dédapja megtanított, aki még a hordóba eskod szintott. Haza megyek, haragszik rám az asszony, hogy én mindig olyan hamar elalszom, nem alszom el, csak a szemembé ujjam, hogy ne lássam, a jó Isten tartsa meg a szokásom. Beliesett a cseszle a boromba. A nagymányoki székelykör legutóbb a Majálison állt ki a nagy közönség elé. A májusfa állítást követően szerelmes dalcsokrukkal okoztak kellemes perceket a rendezvény résztvevőinek, de egy hagyományos egytál ételüket is meg lehetett kóstolni az ebéd alkalmával. Hárva az a madár, kinek párja Ma
május 1-én egy szerelmes dalcsokorral köszöntötte a nagymányoki majális résztvevőit a helyi Székely Népdalkör. A 2015-ben 96 fővel megalakult Székelykör Egyesület részeként működnek. A szervezet igyekszik minden lehetőséget megragadni, amely során közösségépítésre van lehetőség. Célul tűzte ki a székelység, a bukovinai székelyek hagyományainak megőrzését, továbbvitelét és továbbadását. Ennek érdekében alakítottuk ki programjainkat, hogy a régi hagyományokat felevenítsük. Következő évben már megalakítottuk a Székely Népdalkört, amely, hogy a székely népdalok hagyományokat is továbbvigyük és továbbadjuk a fiataloknak is. A népdalkör is szép számmal itt a környéken, talán a legtöbb fővel rendelkeztünk, 25 fővel a népdalkör, csak sajnos már fogyóba vagyunk, és próbálunk fiatalokat bevonni a népdalkörbe. A népdalkör először csak a környező településeken énekeltük, aztán megmérettettük magunkat. A Cinege népdalverseny, ugye, ami Tolna megyei volt, azon kétszer is voltunk, azon aranyminősítést és kóta aranyminősítést, de talán a legbüszkébbek vagyunk. Két éve a Vas Lajos népzenei Kárpát-medencei döntőben nívódíjat kaptunk. A népdalkörbe két hetente jövünk össze, és ha készülünk valahova, akkor többször jövünk. Tehát akkor előtte többször jövünk össze. A Székelykör tagsága igyekszik minden programon részt venni, és aktívan kivenni részét a készülődésből is. Hagyományokat őrizzük, a disznótoros, farsangolás, fánkot sütünk, hagyományos kolbászt, hurkát sütünk, akkor nagyon szép rendezvényünk, és ami kiemelkedő, a Pityóka Fesztivál, amelyet a nagymányoki székelykör saját rendezvényének tekinti, most már el is terjedt. Ugye a székelyeknél a pityóka az népeledel volt, ugye a szegények étele, nagyon sok mindent lehetett belőle készíteni, és így hirdetjük meg a minden év június vége fele, a pityóka az idén június 18-án lesz, már kiküldtük a tájékoztatót, és főzőverseny, tehát pityókás ételek készülnek. A majdani rendezvény nem csak a főzésről fog szólni, kulturális műsorelemekkel tarkítják majd a napot a szervezők. Ahol tánc, mese, anekdóták elhangzanak, és utána táncházzal zárjuk. Mondom, az idei évben június 18-án lesz, most már erre hangolódunk és erre készülünk. Mindenkit szeretettel várunk erre. A készülődés átszövi a havi összejöveteleit is a nagymányoki székelykörnek. Próbálunk mindig valami programot is, tehát értelmes programot kitalálni. Hívunk vendéget, előadót. Volt már Lőrincettel a varrásokról, ugye, akkor volt a székely házasságok. A majálison sor került májfa állításra is, amelyről a székelyeknek is kedves emlékei vannak. A műsorukat is ehhez az alkalomhoz igazították. Május fa állításnak igen, volt hagyománya, voltak, hogy rengeteg szallagot tűztek ki, ugye, és amely lány az nagyon büszke volt, ugye, ahova májusfát állítottak, ugye előző este a legények csapatokba mentek, gyűltek össze, és akkor nem egy lánynak, ugye, hanem abba a faluba, hogy na most hány lánynak visznek, és akkor utána volt nagyon sok helyen utána májusfa kitáncolás. Szerelmes dalcsokrot állítottunk össze, és azzal készültünk vele, hogy megkeresett a műfáz. De hát mondom, most ezzel az tehát nem olyan rég gyakoroljuk, remélem, hogy sikerülni fog. Amíg egyszer leány lennék, te veszül rokolyát vennék, kiállnék a kapuba, s várnám a legényeket, melyik ölelne meg ingem.
A nagymányoki székely népdalkör 7 éve szorgoskodik azon, hogy ne vesszenek feledésbe a székely dallamok. Emellett az ételeiket is örömmel megmutatják egy-egy rendezvény keretében. A majálison 30 főre készült a bogrács gulyás. A székely ízek mindig vonzóak a nagy közönség számára is. Mi egy kicsit dusítottuk, mert a székelyek régebb, hogy keves gyerek volt, akkor csipetket is tettek bele, vagy reszeltet régebb, de inkább csipetket, és ezért akkor most krumplitól azt bővítettük egy kis csipetkével. Ennyivel másabb a másik pincepörköltől, mondjuk így. Volt már most a disznóvágáskor, például volt sült hurka, töltöttük kolbász hurkát, és mellé puliszkát készítettünk, úgyhogy az volt, aki kenyérrel, de volt, aki puliszkával, de inkább a puliszkával. A jó hangulatú rendezvény lehetőséget adott a baráti beszélgetések mellett a hagyományok felelevenítésére is nagymányokon. A teveli székelykör igyekszik úgy felépíteni az évet, hogy a számos hagyományápoló rendezvény mellett olyanok is helyet kapjanak, amik valami miatt érdekesek, nem mindennapi dolgot tárnak a látogatók elé. A legutóbbi előadás alkalmával a levegőbe emelkedhettek az érdeklődők egy székely gyökerekkel rendelkező pilótanőnek köszönhetően. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!